külön választott ruach, nem egy önálló akarattal rendelkező isteni személy, hanem egy ugyanolyan spirituális létező, mint az összes többi ruach. Hisz, hogyha a parázaságnak, vagy a féltékenységnek van egy ruachja, és arra nem mondjuk azt, hogy ez egy önálló akarattal rendelkező személy, akkor erre miért mondjuk azt? Melyet az írások oly gyakran emlegetnek? A spirituális világban Elohim egyértelműen az ő ruachján keresztül tevékenykedik. Ám láthatjuk, amint a fizikális világot is ezáltal igazgatja és tartja ellenőrzése alatt. A ruach egy tőle elválaszthatatlan jobb szóhéján erő, ami Abjahú a természetes részét képezi. De ezen kívül képes más létezőket is áthatni, vezetni, irányítani, segíteni.